új világrend van kialakulóban. Új világrendben. Az új világrendben. New world order. A new world order. New world order. New world order. A new world order. A new world order. New world order. New world order. The new world order. The new world order. Ebben a videóban folytatjuk az előző epizód gondolatmenetét az elmúlt években látványosan felerősödő globális cenzúrázási törekvésekről, és példákkal demonstráljuk, hogy miért érdemes körültekintően és sok különböző forrásból tájékozódnunk, bármiről is legyen szó. Ez következik most. Elmúlt években és hónapokban cikkek tömegét találhattuk a világszerte erősödő, elsősorban az internetes szólásszabadságot érintő cenzúrázási kísérletekről és törvények bevezetéséről. Európában tipikusan a bűnözés elleni küzdelemre és a publikum megóvására hivatkozva iktatnak be törvényeket, ilyen például az évek óta tartó Európai Unió szerte fellehető online anonimitás beszüntetésére vonatkozó törvényjavaslatok, de ilyen a magyar kormány nyugtalanságra okot adó média koncentrációs törekvése, a rémhír terjesztés megjelenése a büntetőjogban, illetve a járványról publikumot tájékoztatni szándékozó független médiumok akadályozása is. A társaság a szabadság jogokért a következőt írja weboldalán. A független médiumok hiteltelenítése felerősödött és szervezetté vált. A közmédiában napi szinten zajlik lejárató kampány a kritikus hangot megütő médiumokkal szemben, ami azonnal végig söpör a propaganda média gépezetén. Ha megnézzük a Reporters Without Borders nevű szervezet weboldalán létrehozott a világ 180 országának sajtószabadságát értékelő elemzést, akkor láthatjuk, hogy Magyarország a siralmas 89. helyen áll Izrael és Peru között. És ha megnézzük az elemzés részleteit, láthatjuk, hogy a média koncentráció mértéke a független újságírók számára elérhető információ megnehezítése mellett számos más dolog is szerepel a listán. A Freedom House weboldal elemzése Magyarországot csak részben szabadnak nyilvánítja, lemaradva a többi általuk szabadnak minősített uniós ország mögött. Gia Phillips, a nézet The Guardian angol napilap szerkesztőségének jogi igazgatója a következőt mondta az Index on Censorship nevű szervezetnek, mely szervezet egyébként a sajtószabadságot sértő európai rendelkezéseket gyűjti. Well done, Index on Censorship. At a time when the vexatious use of legal threats against journalists, activists and media is on the increase, this timely report provides succinct and helpful jurisdiction by jurisdiction guidance into the main legal bear traps for journalists and others. There's been a growing trend in Europe of threatening and using litigation as a means of inhibiting, intimidating and silencing journalists and others working in the public interest. Először is a mainstream hírszolgáltatások egyik jellemzője, hogy támogatói forrástól függően egy oldalon tájékoztatnak politikai affiliációt illető. Sőt, a mainstream gondolkodás önmagában nagyon veszélyes, ugyanis forrásaik az igazán fontos kérdésekben megegyeznek, az ellenkező álláspontot egyöntetűleg elutasítják, sőt, a közösségi oldalak törölnek posztokat és fiókokat a szabályzatuk megsértésére hivatkozva. Legjobb példa erre, ami a járványügyi helyzet következtében alakult ki. Bárki, aki ellenszegül, az megy a levesbe. A Google, ami tulajdonképpen magát az internetet jelenti lassan, hiszen a gigantikus vállalat piaci részesedése a többi keresőmotorral szemben majd 87%, a Google Shopping termékkereső szolgáltatásán már a járványhelyzet kezdetekor betiltotta a koronavírussal kapcsolatos keresőszavak használatát. A cancel culture-i alakulása modern társadalmainknak szintén a cenzúrázás segítik elő, ugyanis bárki posztol nem kívánatos témákban, az számíthat rá, hogy elveszíti munkahelyét. Az ellentétes állásponton lévő orvosok és egészségügyi szakemberek előadásai, gondolatai, kérdései sem a legnézettebb, de még a kevésbé nézett televíziós híradásokban és napilapokban sem jelentkezhetnek, vagy csupán negatív fényben feltüntetve, pedig van belőlük bőven világszerte. Az égvilágon semmi bajom nincs, csak allergiás vagyok. Mindenre. Úgy tűnik, hogy a média szerkesztői szerint az utca embere
annyira együgyű, hogy képtelen intelligens döntést hozni saját és közösségének biztonsága érdekében. Akkor azt mondanám erre, hogy azért kell betartani minden szavait, mert nem tudunk még semmit. És hogyha majd fél év múlva vagy egy év múlva már olyan sok mindent tudunk, hogy tudjuk, hogy le lehet venni a maszkot, és nem kell betartani a szabályokat, akkor majd ezt meg lehet tenni. De addig, mivel pontosan az információ hiányzik, ezért kénytelenek vagyunk viselni. Akár úgy is, hogy eldobjuk alapvető emberi jogainkat. Tehát akkor is megvédünk életeket, ha fel kell, hogy áldozzunk életeket, sorsokat, és át kell, hogy neveljünk generációkat. Az emberi kontaktusok számának csökkentése, ez a legfőbb. Na most ennek hatalmas a társadalmi ára. Tehát meg lehet állítani az országot, csak hogyha utána meg nem tudom én, éhezés lesz, akkor az olyan sok jót nem értünk el. Sajnos itt tartunk. Hogy esetleg épp attól tartanak a média szerkesztői, hogy az átlag ember elég intelligens ahhoz, hogy saját és közösségének biztonságát képviselje, és ne az elit számára kedvező döntést hozza meg. Olyan kitől is hallottuk már ezt? És milyen érdekes, hogy a BBC székház bejáratánál a Fabianus szocialista George Orwell szobra díszeleg a következő idézettel, amit az Állatfarm című regényének előszavaként írt meg. Ha a szabadság bármit is jelent, akkor a jogot jelenti, hogy megmondjuk az embereknek azt, amit nem akarnak hallani. És mi lenne az Mr. Orwell? A propaganda esetleg? Köszönöm, én is így gondoltam. Csak érdekességként megemlítve a témához kapcsolódóan, hogy az épületről köztudott például, hogy a 80-as években a brit belföldi hírszerzési osztálya az MI5 saját irodával rendelkezett az alkalmazottak nemzetbiztonsági ellenőrzésének biztosítójaként és a tömeg gondolatrendőrségeként. Akárcsak egy politikai párt, a mainstream sajtó saját nézeteit igyekszik alátámasztani. Elméletben a politikai polaritások jelenléte a pártok felelősségre vonásának lehetősége akadályozza meg a pártállam létrejöttét. A mainstream média tekintetében a legnagyobb médiumok autokrata rendszert működtetnek az objektív tájékoztatás helyett. Ami egyébként a feladatuk lenne, és amennyiben a többségi párt, illetve az őket finanszírozó oligarchák képesek szisztematikusan kiiktatni az ellenzéki véleményt a maradék független médiából is, beleértve a közösségi oldalakon aktív kritikus véleményt, akkor lassan, de biztosan egy globális pártállam létrejöttének lehetünk szemtanúi a telekommunikáció vezérelte demokratikus, vagy inkább technokratikus modern társadalmakban. Korszak legnépszerűbb találmánya a mindenhol díszhelyre kerülő televízió. Az esti híradó sok ember számára meggyőző lehet önmagában azért, mert sokan vesznek részt a produkciós folyamatban, ezáltal a félrevezetés, hamis állítás vagy cenzúra lehetősége kisebbnek tűnhet. A média nem csak hatalmas üzlet, hanem az információ alapos irányítása hatalmat is jelent. És naív elképzelés, ha valaki azt gondolja, hogy a demokratikus politikai rendszerekben a politikusok és kőgazdag média tulajdonosok nem tudják, illetve nem akarják saját érdekeik szerint formálni a média szervezetek működését. Ez, hogy az diktál, akinél a pénz van, ez egy autoriter gondolat, ez egy feudális gondolat, ez a demokráciára nem jellemző. A demokrácia fékek, ellensúlyok, bonyolult, érzékeny, összetett rendszere, amelyeket lehet nem figyelembe venni, de akkor nem beszélünk demokráciáról. És nyilvánvaló tény, Conteo nélkül is, hogy a publikum tömegmédián keresztül történő irányítása, manipulálása a demokratikus rendszerek sajátossága. És a pénzügyi és politikai elit szorosan összefonulva szervezetten működik. Így lehetséges a politikai polaritás tulajdont és ennek következtében a tudósítások tartalmát illetően. Magyarországon a média kormánypártisággá alakulása olyannyira egyértelmű, hogy a média modellt szakértők nevezték már gyarmatosításnak, maffia modellnek, oligarcha modellnek, putyinizálódásnak és erdoganizálódásnak. És mi lehet a fő oka mindennek? Nos, 2010 és 16 között 8 külföldi tulajdonos vonult ki Magyarországról, így hozzávetőlegesen összesen 75 milliárd forintnyi árbevételt termelő médiacégek kerültek át magyar tulajdonba. Ez nagyjából a piac egy harmada. És az adott időszakban 6 került magyar kormányközeli oligarchák kezébe. És úgy gondolom, hogy senki számára nem ismeretlen a Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc neve. A magyar helyzetet az is illusztrálja, hogy még magyar nyelven elenyésző a tudósítása kialakult helyzetről, addig angol nyelven tömegével találhatók cikkek az online világban. Az évek alatt koncentrálódó,
tulajdon az államokban és az Egyesült Királyságban, akárcsak Magyarországon, szintén párhuzamban változik a növekvő cenzúrával. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities. The El Paso, Las Cruces communities. Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling and irresponsible one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish Hogy történhet, hogy az összes csatorna ugyanazt a szöveget olvassa fel? Nos, az Egyesült Államok média tulajdona 6 nagyvállalat, illetve tulajdonos markában összpontosul, amit a nagy hatosnak is szoktak nevezni. Justus Mullins író 1995-ös Ki a tulajdonosa a TV hálózatoknak című részletes tanulmányában feltárja előttünk, hogy az akkori Amerikában 3 nagy független média hálózatok tulajdonosai között fennálló szoros ipari és banki kapcsolatok következtében valójában egy hálózatról lehet beszélni, hiszen érdekeik megegyeznek. Az Egyesült Királyság helyzete sem sokkal virágzóbb. 2019. novemberi cikkében írja a London Economic, hogy jelenleg a nyomtatott sajtó tulajdon egyre koncentráltabbá válik. Jeremy Corbyn, az angol munkáspárt vezetője a Twitteren írta, hogy 2 milliárdos sajtóbáró tulajdonában van a top 10 napilap fele. A Media Reform Coalition 2019-es jelentés alapján Angliában összesen 3 médiavállalat uralja 83%-át a nyomtatott sajtónak, a 2015-ös 71%-kal ellentétben az online piacon 5 vállalat dominálja annak 80%-át. A szervezet határozott véleménye, hogy a koncentrált média tulajdon olyan körülményeket létesít, ahol tehetős személyek és szervezetek képesek hatalmas politikai és gazdasági hatalomra szert tenni, ami a saját érdekük szerint változtatja jövőnket. A Daily Mail and General Trust vállalat birtokolja a napilapok piacának 46%-át, ezt követi a Media Mogul, az Angliában, Amerikában és Ausztráliában is média tulajdonnal rendelkező Rupert Murdoch tulajdonában lévő News UK, egykori nevén News International vállalat, ami például a befolyásos The Times, The Sunday Times és The Sun magazinokat is kiadja. És ez a trend egyértelműen követhető legalább a 2010-es évek eleje óta, akárcsak Magyarországon. Véletlen egybeesés? Elképzelhető. Gondoljunk csak a 2011-ben kibontakozó Rupert Murdoch alkalmazásában lévő újságírók által kirobbant botrányra, akiknek bevett szokása volt, hogy illegális módszerekkel, például telefonok lehallgatásával szereztek információt, hogy a tulajdonos Murdoch kénye kedve szerint tudósítson. És akinek kedve van a keresgéléshez, az könnyen hozzájuthat a számtalan, különböző statisztikai adathoz, amik az elhangzottakat fogják igazolni. A tömegmédia ugyanaz az elménknek, mint a Royal Society a tudománynak, vagy a világegészségügyi szervezet az egészségügynek. Egy centralizált hatalmi szerv, ami megmondja, mit hogyan kell csinálni az adott területen, és aki nem úgy tesz, az el lesz távolítva. A közösségi oldalak által alkalmazott a szólásszabadsággal élő személyek és szervezetek végleges eltávolítására irányuló manőverek az elmúlt néhány év hozadéka. Egy 2009-es bírósági meghallgatáson Facebook kijelentette, hogy nem média platformként működnek, hanem kiadóként. Ami azt jelenti, hogy jogi felelősséggel tartoznak a megjelent tartalomért. Nos, hogy ez mennyire a valósok a cenzúráért, azt nem lehet tudni, ugyanakkor része a problémának, és ez a fő oka, hogy a mainstream-mel szemben álló pusztok és fiókok működésére azok tömeges törlésével válaszol a vállalat, akárcsak YouTube, ami a Google tulajdona. A szabad vélemény nyilvánítás szorongatásával párhuzamban megfigyelhetők voltak már a koronás pánik szituáció előtt is az Egyesült Államokban és Európai Unióban bekövetkező gazdasági nehézségek, a politikai spektrum szélsőségek felé mozdulása és a világszerte megindult migrációs hullámok Afrikából és közel-keletről Európába, Közép- és Dél-Amerikából, illetve Ázsiából Észak-Amerikába és
kelet, dél-kelet Ázsiából, Ausztráliából történő összpontosulása, és ezzel egyetemben megindult a szólásszabadságot limitáló törvények beiktatása ezekben a politikailag demokratikus régiókban. Adódik a kérdés a kritikus gondolkodónak, hogy vajon a közösségi oldalak arra lettek volna létrehozva, hogy megkaparintsák személyes adataink, az algoritmusok tanulmányozhassák viselkedésünk, majd amikor valami értelmesre is elkezdi használni az emberiség, például szervezkedik az autokrata elnyomás és a gazdasági megszorítások ellen, akkor ellenünk fordulnak. És hogy van az, hogy Facebook képtelen megakadályozni a drogkereskedelmet saját platformjukon, illetve YouTube például nem tiltja be népszerű önbizalom hiányos tini lányok fegyverrel való hadonászását, amiknek egyértelmű kártékony hatása van a feltörekvő generációk életére. Kristály minden gyöhet. Speed. Én belövöm is, ha kell. Ugyanakkor az ő eltávolítása prioritást élvez. Illetve miért nem gyanús több ember számára, hogy a tömegmédia kizárólag becsmérlő módon képes nyilatkozni az általa összeesküvés elméleteknek titulált valós, emberiség ellen elkövetett összeesküvésekről, és soha nem készít objektív, forrásmunkával ellátott riportot ezekben a témakörökben. Miért tesznek úgy az Esti Híradó, Napló vagy bármely más tudósításra foglalkozó műsorok munkatársai, mintha ezek nem tartoznának a publikumra, illetve nem érdekelne senkit? A kérdés persze retorikus, hiszen aki alapos pillantást vet a világtörténelmre, az tudhatja, hogy az állítólagos demokrácia ellenére a dolgozó hangyák szolgálják a kiskirályokat, és nem fordítva. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennek így kell maradni. Az objektivitás megőrzése érdekében annyit meg kell jegyezni, hogy a külföldi tömegmédiában lehet példát találni tényleges tudósításra is, fontosabb kérdésekben, igaz, elvétve. A jó hír az, hogy a jelek arra utalnak, hogy a mindenkori hatalom láthatóan elkeseredetten próbálja kontroll alatt tartani az információ áramlását, a rossz hír viszont az, hogy mind a független média és a civilek szabad, publikus vélemény nyilvánításának lehetősége brutális elnyomás alá került az elmúlt években, ahogy az demonstráltuk. A politikai elitnek és a tömegmédiában dolgozó jelenleg felháborodott, álszkeptikus szakembereknek azon kellene elgondolkozni, illetve az agyrösszök dolgozóinak, bár ez utóbb egészen biztos azon töri a fejét, hogy miért ábrándul ki és fordul alternatív hírforrásokhoz egyre több tagja a társadalomnak. Elképzelhető, hogy a sok éves iskolai agymosás mégsem végzett olyan jó munkát a hatalom tisztelése, bálványozása ügyében. Elképzelhető, hogy a globálisan romló gazdasági helyzet és ezzel egyetemben szélsőségessé váló minősíthetetlenül pocsék, politikai bábszínház szereplői és a magukból folyamatosan propagandát árasztó mainstream média ráébresztette a lakosságot megvezetésük tényére. Persze a pénzügyi és a politikai elit pontosan tudja, hogy hiába ébredt fel a börtönlakó, akkor is csak a rácsokon keresztül nézi a szabadságot, de bízunk benne, hogy az egyének tömege és nem a tömegek egysége fogja felfeszíteni a rácsokat, és lesz képes békében élni független, felnőtt életét többé nem vágyva egy messiás érkezését. Remélem tetszett a videó, írd meg véleményed, és találkozzunk legközelebb is. Addig is sikeres tájékozódást!